Egy életműkiállításnál megvan az esély az önismétlésre, arra, hogy a falakon egymást váltják a hasonló képek. Ám a 60-i galéria alsó kiállítótermében nyoma sincsennek. Spisiák Pál a legkülönfélébb eszközökkel ragadja meg gondolatait, és szobrokon, festményeken, ágakból készült műveken mutatja, hogyan is vélekedik ő a világról, városokról, tájakról, személyekről, vallásról és kultúráról. Végigjárva a tárlatot feltűnik, hogy Pált nagyon inspirálja a közvetlen környezete. Családtagjai, otthona, állandó szereplője műveinek. Ugyanakkor a történelmi múltra, hagyományokra is sokat épít. Nem csak hazánkban, Európa több városában is találunk közterületi szobrokat, amiket ő készített. A megnyitón éppen ezt emelte ki Színyei András alpolgármester, büszkék lehetünk rá, mivel a kontinens is bővelkedik Spisiák művekben. Szabó Tibor Benjamin pedig arról beszélt, hogy legyen szó érmekről, szobrokról vagy festményekről, mindegyiken érezhető az elszánt és precíz munka. Sokrétű tárlat ez, ami összegzi azt, mi is történt Spisiák Pállal, amióta 1991-ben először állított itt ki a galériában. Ezeket az alkotásokat most a 60. születésnapom alkalmából válogattam össze, és készültem új szobrokkal is, tehát ezek az ÁK szobrok, ami mögöttem is van, ezek az utóbbi évben készültek, tehát kicsit megújítani a saját művészetemet is. Természetesen régi képeket is hoztam, közel 30 év munkáiból látható most a közönségnek képek, szobrok, érmék. Mint mondta, leginkább az organikus műveket kedveli, ebben lát magán egy komolyabb fejlődést. A készítési munkálatok során arra koncentrál, hogy megtalálja a megfelelő ágat, növényi termést, nátszímert vagy szőlővenyigét, és ezekből készítse el a szobrot. A legbüszkébb erre a sámánfára, amit egy szakmai zsűri is beválogatott a legjobbak közé. Ezzel az alkotással a világjárvány áldozatai előtt tiszteleg. A rajta lévő gyertyák emléket állítanak, a rajta lógó növényi termések pedig magát a vírust jelképezik. A megnyitón a boldogi hagyományőrző csoport helyi népdalokat adott elő. A boldogi viszlámat ne magasabb tette el, rigó magát szállott a tetejébe, rigó magát az fütyül is szüntelen, a rúzsának babámat jaj, de nagyon szeretem. Spisiák Pál kiállítása november 20-áig látogatható a 60-i galériában.